200-250 fős befogadóképesség, 8-9 ezer kilométeres hatótávolság. Mire lesz igény a jövőben? Új típusok vagy a régiek ráncfelvarrása és modernizálása? Merre mozdulnak a gyártók, miközben a légitársaságok sorra búcsúznak az óriásoktól? Lesz a Boeing 797-es, és ha igen, akkor milyen lehet a vállalat új modellje? Piac, típusok, igények, dollármilliárdok, felfüggesztett és újraindított programok. Már 2015-16 környékén formálódott a Boeing lehetséges új típusa, a 797-es. A cég régóta tervezi azt a repülőgépet, ami kitöltheti az űrt a Boeing 737-esek legnagyobb és a 787-esek legkisebb változata között. Erre azért van szükség, mivel a 757-es ceruzagépek és a széles törzsű 767-esek kiöregedő félben vannak. A gyártó eredetileg egy olyan, nagyjából 9000 kilométeres hatótávolságú gépben gondolkodott, ami 220 vagy 260 férőhelyen rendelkezik. Az új típus két változatban készülne. A vállalat 2018-ban már a hajtóműgyártókkal egyeztetett nem sokkal azután, hogy bemutatott egy kissé ködös jellegrajzot a repülőgépről. Ez alapján egy kisebb méretű, de ugyanakkor széles törzsű típusról lenne szó, amin felfedezhetők a 757-es, a 767-es, a 777-es, a 787-es, valamint a 737 MAX 8-as egyes elemei jellegzetességei egyaránt. Ekkor még a 2025-ös bevezetést tervezték. A koncepció iránt aktívan érdeklődött a többi között a Delta és a United, a Qatar viszont pár évvel ezelőtt még úgy vélte, teljesen felesleges egy ilyen repülőgépet piacra dobni. A Boeing 2020-ban felfüggesztette a programot, de nemrégiben arról érkeztek hírek, hogy a vállalat újra dolgozik a 797-esen. Nagyon érdekes téma, ugye kizárásos alapon a 797-es számsor maradt elérhető, de amúgy MOM vagy NMA típusként is apostrofálták már ezt a projektet. A MOM az a Middle of Market, az NMA az pedig a New Midsize Aircraft-nak a rövidítése lenne. Van egy piaci rés, amit a Boeing be szeretne tölteni. Ez a 757-esek és a 767-esek kiöregedésével keletkezett ez az űr. Nézzük csak meg, hogy milyen elérhető típusok vannak jelenleg a piacon. Ugye kiöregedést mondasz, csak egy érdekesség, hogy nagyjából 40 éve jelent meg. Két típus, ami ugye egyszerre volt fejlesztve a Boeingnál, a 757-es, 767-es, a 80-as évek elejének a terméke lényegében. Érdekessége, hogy egy type ratinggel lehet repülni ezt a két típust, ami megkönnyíti ugye a pilótáknak a képzését, és még azért is érdekes, mert egy széles törzsű és egy keskeny törzsű repülőgép rendelkezik egy type ratinggel a pilóták szempontjából. Nézzük meg az elérhető típusokat jelenleg. Ott van a Boeing 737 MAX 9-es, ami a legnagyobb jelenleg a MAX szériában, lesz majd MAX 10-es is egy pár éven belül. És melyik a legkisebb következő repülőgép? A 787-8-as. Kétszer, két és félszer nagyobb repülőgépről beszélünk. Airbus oldalon pedig az A321-es, illetve az A330-800-as, amiből alig valami 10 darabot értékesítettek. A 900-as az pedig megint csak egy két-két és félszer nagyobb repülőgép, mint az A321-es. Értem ez alatt a maximális felszálló súlyt. Tehát míg a Boeing oldalon a MAX 9-es egy 88 tonnával bír maximális felszálló súly tekintetében, a 787-es egy 230-240 tonnával. Tehát itt látszik, hogy közel két és félszer nagyobb, nehezebb repülőgépről beszélünk, ami a költségek tekintetében is nagyon fontos, hiszen a leszállási illetéket, navigációs díjakat mind a maximális felszálló súly alapján kell fizetni. Az elmúlt egy évben soha nem látott változáson ment át a piac. A járványhelyzet miatt sok légitársaság előre hozta az óriások kivonását a forgalomból. Sorra tűnnek el a nagy légitársaságok flottáiból a 747-es jumbók és az 500-550 férőhelyes A380-as Airbusok is. A Lufthansa például az elmúlt hónapokban tárolt 380-asokat már nem állítja vissza a forgalomba. A koronavírus okozta válság előtt az volt a trend, hogy minden típusból a nagyobb osztályok felé
megy el a piac. Tehát a 737-esből is a 900-as, vagy most a MAX 10-es lett egy viszonylag felkapott típus, amiből sokat rendeltek. A320-as családból is a 321-es a legsikeresebb típus jelenleg. Nagyjából ugyanannyit értékesítenek a 320-asból és a 321-esből, vagy akár csak nézzük meg a nagyobb típusú repülőgépeket, 777-es, abból is a 300-as lett a legsikeresebb, vagy ott van a 330-as, a Neo széria, amiből a 800-as alig pár darabot adott el belőle az Airbus, míg a 900-asból 300 körüli darab számot. Tehát mindig a nagyobb gépeket preferálták a légitársaságok, nagyobb kapacitás és a kisebb egyfőre eső költség. Most viszont a válság óta, mivel alig vannak utasok, így minél kisebb repülőgépeket éri meg üzemeltetni, és itt jön képbe például az A321LR, vagy majd később az XLR verzió, ami egy A321-es méretében adja a hosszú távnak a repülésének a lehetőségét. A Boeing pedig nem titkoltan ennek az Airbus típusnak szeretne versenytársat állítani az új repülőgéppel. A cég ugyanakkor még nem közölt részletes információkat a 797-es műszaki adatairól. A gyár szakemberei úgy látják, hogy a piacon jelenleg elérhető legkorszerűbb hajtóművek alkalmasak lehetnek az új típus számára is. Évek óta tervezik bejelenteni a nevezzük 797-esnek az új típust, de már évekkel ezelőtt is problémákba ütközött a Boeing. Először a MAX válság miatt halasztották ennek a projektnek a bejelentését. Eredetileg, amikor még 2018-ban erről szó volt, akkor 2025-ös felszállást szerettek volna elérni. Most már inkább arról szól a fáma, hogy 2030 körül lehet ebből az új típusból valami, ami akár több típust is leválthat, akár egy kisebb, akár egy nagyobb verzió párhuzamos fejlesztésével, akár a 737 Maxok leváltására is jó lehet, vagy akár pedig a 757-767-es típusok leváltására a nagyobb verzióval. Ugye a Maxok 2010-es évek végén kezdtek el repülni, tehát 2030-ra egy új generációs repülőgépnek az elindítása egy jó időzítés lehet. A motorgyártók is azt mondják, hogy 25-re még nem biztos, hogy egy új generációs hajtóművet ki tudnának fejleszteni, de egy 10 éves távlatban már érdemes lett gondolkodni abban, hogy egy újabb generációt előre lépjünk, egy újabb 15%-os fogyasztás megtakarítást el tudnának érni a hajtóműveknél. Az elmúlt években más koncepcióval is számolt a Boeing. Az is felvetődött, hogy a népszerű 757-est vagy 767-est fejleszteni esetleg tovább. Egy 757-essel a 25 perces fordulóidő az teljesen lehetetlen, maximum ha ferry flight van és üresen megy a repülőgép. Még nagypapámnak volt az a mondása, hogy hű de hosszú ez a repülőgép, amikor 757-essel repültünk. Csalóka, hogyha hátul ülünk benne végiglátni az egész folyosón, az egész kabinon, és nagyon-nagyon hosszúnak tűnik a keskenysége miatt. Repülős berkekben a Pretty Lady becenevet kapta a repülőgép, mert annyira kecses, vékony ezzel a hosszúkás formával. Itt szúrom be, hogy a 767-es pedig a Good Wife a pilóta szakzsargonban. Igen, az pedig egy megbízható, jól dolgozó öreg csataló, amire lehet számítani, és a mai napig gyártják. Kargó és katonai verzióban egyaránt gyártják a 767-est. Felvetődött, hogy a 767-es új hajtóműveket kapjon, esetleg új szárnyat, amikor a vadonatúj 797-es projektet elvetette a Boeing egy időre. Emiatt, hogy még mindig él a gyártósor, ezért ez egy megvalósítható ötletnek tűnt. Ugye a 757-esnek a gyártósorát teljesen felszámolt a Boeing még a 2000-es éveknek az elején. Ez tulajdonképpen a 9-11 utáni években szűnt meg a kereslet a 757-esre. Nagyjából ezek a 200 férőhelyes, maximum 250 férőhelyes gépeknek lesz igazából jövője hosszú távon, vagy legalábbis most egy belátható idő szakaszon 5-6-8-10 éven belül? Úgy gondolom nagy piaca van, illetve a hatékonyság felé nagyon el fogunk menni.
mivel most nincs igény arra, hogy a lehető legnagyobb kapacitást elérjük a lehető legtöbb repülőgéppel, ami még mondjuk 2019-ben volt, főleg mivel kiesett 500 repülőgép a nyári piacról, hogy a maxok nem repülhettek, akkor az ilyen 40 éves MD-82-eseket meg 737 klasszikokat is elővették a letárolásból csak, hogy repülhessünk. Most pedig ezekre a gépekre megszűnt az igény. Úgyhogy most leginkább azt láthatjuk, hogy a leghatékonyabb 320-321 Neo 737 Maxok kezdenek el repülni, és abból sem mondjuk a legnagyobb verzió. Minden gyártó hatványozottan óvatos a mostani körülmények között, mivel az elmúlt évtizedekben több alkalommal volt arra példa, hogy egy új típus majdnem csődbe vitte a vállalatot. Nem volt ez másképp a 60-as évek végén a Jumbo-val, de nehéz helyzetbe került a 737 MAX 8 miatt is a Boeing, amikor világszerte földre parancsolták a típust, és a gyárból kigördült üzemeltetőre váró gépeket már a vállalat parkolóiban kellett elhelyezni. És megemlíteném akár a 787-es típus családot is. Az egyik legsikeresebb típusa a Boeingnak, a leggyorsabban értékesített széles törzsű repülőgépről beszélünk, de azt nem sokan tudják, hogy a teljes program költsége az elképesztő összeg volt, valami 15-20 milliárd dollárt fektettek bele, és most már a 1000 pár századik repülőgépnél tartunk, és most kezdi dolgozni ki ezt a fejlesztési költséget, de még mindig mínuszban van a teljes program. A Boeing egy évvel elhalasztotta a 777-es új változatának forgalomba állítását, ami a tavaly több mint 6 milliárd dollár veszteséggel kellett számolnia. Ráadásul az új, leszállás után a szárnyvégeket felhajlítani, felcsukni képes 777X-re is a tervezetnél kevesebb megrendelés futott be. A Boeingnál bevett gyakorlat, hogy a könyvelés az programokra vonatkozik, és elkönyvelnek egy 10 milliárdos költséget egy programra, és az évtizedek folyamán az a program ki fogja dolgozni ezt a veszteséget. És most volt ugye a 737 MAX válság is, ami sok milliárd dollár veszteséget okozott a Boeingnak, hogy most nem igazán vannak abban a helyzetben, hogy egy ekkora kaliberű programot bejelentsenek, hogy akár két különböző méretben egy teljesen új repülőgépet a piacra dobjanak. Vannak még más szereplők, ott van Oroszország az MS-21-essel, és ott van Kína is egy folyamatban lévő típussal. Aztán, hogy ezek mikor állnak hadrendbe, forgalomba, azt még egyelőre nem lehet tudni, de vannak ebben a méret kategóriában fejlesztések. Vannak, bár nem gondolom, hogy a világ úgymond nyugati féltekén nagyon nagy sikere lenne ezeknek a típusoknak. Én úgy gondolom, hogy inkább csak az ilyen közelálló országokban érhetnek el sikereket, illetve a kínai és orosz belpiacon, ami mondjuk önmagában elég jelentős, és nem mindegy, hogy mondjuk Kínának 2030-ig, most nem is emlékszem hány ezer, de valami 5-6 ezer repülőgépre lesz szüksége különböző kimutatások vagy üzleti tervek szerint. Nem mindegy, hogy azon az 5 ezer repülőgépen mondjuk 2-3 ezer repülővel osztozik a Boeing és az Airbus, vagy mondjuk egy 1000 repülőgéppel beszállhat egy helyi gyártó. A friss hírek szerint egyébként a kínai C919-es típus még idén megkaphatja azokat az engedélyeket, amelyekkel a kínai belföldi forgalomban szolgálatba állhat. Az orosz MS-21-es pedig tavaly decemberben repült először orosz hajtóművekkel. Nem kizárt, hogy a nagyjából 200 férőhelyes, rövid és közepes hatótávolságú repülőgép sorozatgyártása még idén megindulhat. Ugyanakkor a világ jellemzően arra figyel, hogy az amerikai Boeing és az európai Airbus milyen lépéssel reagál a versenytárs fejlesztéseire és bejelentéseire. A Boeing elképzeléseiről már beszéltünk, de vajon mire készülhet a jövőben az Airbus? Az Airbus jelenleg nagyon kényelmes helyzetben van, várhatja, hogy mit lép a Boeing, és annak fényében léphetnek ők, ugyanis az A321-es piaci szegmensében vezető helyet foglalnak el, és tulajdonképpen a Boeing fegyverét alkalmazhatja a Boeing ellen. Ugye a Boeing csinálta azt eddig, hogy az Airbus kijött az A320-assal, és ennek fényében a Boeing modernizálta a 737-es típus családot.
majd bejelentette az Airbus az A320-324 Neo családot, és a Boeing bejelentette a Maxot. És mindig egy ilyen követő, viszonylag biztonsági játékos szerepet töltött be a Boeing, 1-2 milliárd dolláros maximális programköltséggel tudták modernizálni a típusaikat. És most jutottak el oda, hogy előbb-utóbb muszáj lesz egy teljesen új projektet bejelenteniük, a már említett jó 10-15 milliárd dolláros programköltséggel, és erre az Airbusnak az a terve, hogy az A321-est fejleszti tovább. Tehát mondjuk kap egy kompozit új szárnyat, esetleg megkapja ugyanazt a generációs hajtóművet, amit a Boeing tervez ezekre a repülőgépekre, és így egy viszonylag kis költséggel hamar kifejleszthető új variánssal indul majd a Boeing ellen, és szűkítik le ezt a piaci rést. Akár A322-essel is találkozhatunk, hogyha egy kicsit nagyobb szárnyat kapna az Airbus. Érdekesség, hogy ugye a 777X felfelé hajló szárnyvégei lettek, hogy ugyanarra az állóhelyre be tudjanak férni. Na most az Airbus levédetett egy megoldást, aminél a szárnyvégek lefelé hajlanak. Milyen érdekes lenne, hogyha erre a 36 méteres állóhelyekre, ahová a 737-es 320-as típus család tud állni a repülőtereken, mondjuk egy lefelé vagy felfelé hajló szárnyvéggel állnának be az új típusú repülőgépek. Nagyon nagyban csökkenteni a fogyasztást, hogyha egy kicsit nagyobb szárnyakat kaphatnának ezek a repülőgépek, csökkenne a szárnynak a terhelése, és hogyha megnézzük a vitorlázó repülőgépeket, minél hosszabb, vékonyabb, kecsesebb szárny, az kisebb fogyasztást eredményez. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős filmekről, akkor csatlakozz a követőink táborához, ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, felújítását, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Take off wind 320 deficit 9 knots.